Hagyományos idősek karácsonya programját tartotta a szépkorúaknak Naszály Község a Művelődési Házban. A zenés produkció mellett az önkormányzat évről évre anyagilag is igyekszik segíteni az időseket, így ezek átadására is sor került az eseményen. Azoknak a 70 év felettieknek, akik nem tudtak részt venni az ünnepségen, a képviselőtestület tagjai adták át személyesen a karácsonyi támogatást. Minden évben hagyományosan a 70 éven felettiek számára egy karácsonyi műsorral szoktunk készülni, és hát a műsor mellett a saját konyhánk által készített diós és mákos beiglivel, valamint egy kis forralt borral és teával, és mind a mellett évek óta most már hagyományosan a 70 éven feletti naszályi lakosoknak anyagi támogatást nyújt az önkormányzat. 12.000 forintos támogatást tudtunk az idei évbe 278-70 éven feletti lakosunk számára nyújtani. A délután meglepetés vendége Pór Péter, Máté Péter díjas népszerű énekes, színész volt, aki a régi, sokak által kedvelt dalokkal igyekezett még jobb hangulatot varázsolni az ünnepségen résztvevőknek. Arra gondoltam, hogy vannak olyan dalok, amelyeket a szépkorúak velem együtt nagyon szeretnek, és régről emlékeznek rá, és ezeket a régi emlékeket felszoktam idézni a dalok segítségével. Egyébként azt szoktam mondani, hogy nem vagyunk mi öregek, hanem csak már régóta fiatalok vagyunk. És szeretném mindenkinek visszahozni a fiatalságát. Így utólag elmondhatom, hogy olyan régi nagy slágereim, mint a Fekete vonat, a Pókháló, a Piros tulipán, az Utánam a vízözön és a többi, és néhány világslágert is, természetesen magyar szöveggel. És olyan dalokat szeretnék énekelni, amelyeket a közösség ismer, és szívesen velem énekli azokat. Egy nagy gyerekem, a szíva lesz.